A 85. Zsoltár Korah fiai. Kedvedet lelted, Uram, a te földedben, megfordítottad Jákobnak fogságát. Megbocsátottad a te néped gonoszságát, eltakartad minden bűnüket. Visszavontad minden haragodat, elfordultál méltatlankodásod dühétől. Téríts meg minket, Isten, mi szabadítónk, és fordítsd el tőlünk a te haragodat. Vajon örökké haragszol-e ránk, és kiterjeszted-e haragodat nemzedékről nemzedékre? Nem, de te megfordulván életre keltesz minket, és a te néped örvendezni fog benned. Mutasd meg nekünk, Uram, a te irgalmasságodat, és a te szabadításodat add meg nekünk. Hadd halljam, mit mond az Úristen, mert békességről beszél az ő népének, és az ő szentjeinek, és azoknak, akik megtérnek a szívükben. Valóban, közel van az őt félőkhöz az ő szabadítása, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Az irgalmasság és az igazság találkozott egymással, az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást. Az igazság a földből támadt, és az igazságosság az égből tekintett alá. Mert az Úr megadja majd a jóságot, és a mi földünk meg fogja teremni gyümölcsét. Igazságosság fog előtte járni, és az úton lesznek az ő léptei. A 86. Zsoltár Dávidé. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgass meg engem, mert szükölködő és szegény vagyok én. Őrizd meg a lelkemet, mert szent vagyok. Szabadítsd meg benned remélő szolgádat, Istenem. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltottam egész nap. Örvendeztesd meg a te szolgád lelkét, mert hozzád emeltem az én lelkemet, Uram. Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú mindazokhoz, akik segítségül hívnak téged. Vedd füledbe, Uram, imádságomat, és figyelj könyörgésem szavára. Szorongatásom napján hozzád kiáltottam, mert meg fogsz hallgatni engem. Nincs hozzád hasonló az Istenek között, Uram, és műveidhez semmi sem fogható. Az összes nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőíteni fogják a nevedet. Mert nagy vagy, és csodákat művelsz, te vagy Isten egyedül. Taníts engem, Uram, a te utadra, és igazságodban fogok járni. Tedd egyszerűvé a szívemet, hogy félje a te nevedet. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemben, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert a te irgalmasságod nagy én fölöttem, és kiragadtad lelkemet az alvilág mélyéből. Isten, a gőgösök fölkeltek ellenem, és a hatalmaskodók zsinagógája kereste a lelkemet, és nem állítottak téged a szemük elé. És te, Uram, könyörülő és irgalmas, türelmes és nagy irgalmasság és igazság Istene, tekints rám és könyörülj rajtam. Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálódnak fiát. Add jelét rajtam a te jóságodnak, hogy lássák, akik gyűlölnek engem és megszégyenüljenek, mert te, Uram, megsegítettél és megvigasztaltál engem. A 87. Zsoltár Korah fiaié. Alapjai a szent hegyeken, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban Jákobnak minden hajlékánál. Dicsőséges dolgokat mondtak felőled Istennek városa. Megemlékezem Ráhábról és Babilonról az engem ismerők között, íme Filiszteo és Tírus
Etiópiával együtt, ezek itt születtek. És Sionról majd mondják, ez is ő benne született, és maga a fölséges erősítette meg őt. Az Úr beírja a népek könyvébe, ezek itt születtek. És mint akik körtáncot vezetnek, énekelnek, minden forrásom benned van. A 88. zsoltár az Eszrahita Hemáné. Uram, én szabadulásom Istene, nappal és éjjel kiáltottam előtted. Jusson szemed elé az én imádságom, hajtsd füledet az én könyörgésemre. Mert megtelt bajokkal a lelkem, és életem megközelítette az alvilágot. A sírba szállók közé számláltattam, olyan lettem, mint a segítség nélkül való ember. Szabadként a holtak között, mint a sírokban alvó megsebzettek, akikre többé nem emlékezel, és kitépték őket a kezedből. Mély verembe tettél engem, a sötétségbe és a halál árnyékába. Rám nehezedett a dühöd, és összes hullámaidat rám hoztad. Ismerőseimet messze távolítottad tőlem, utálattá tettél engem előttük. Be vagyok zárva, és ki nem jöhetek. Szemeim elbágyadtak a gyötrelemtől, hozzád kiáltottam, Uram, egész nap, kitártam feléd a kezeimet. Vajon a holtaknak művelsz-e csodákat, vagy fölkel neki az árnyak, hogy hálát adjanak neked? Vajon elmondja-e valaki a sírban irgalmasságodat és igazságodat a pusztulás helyén? Vajon megismerik-e a sötétségben a te csodatetteidet és igazságosságodat a feledés földjén? És én hozzád kiáltottam, Uram, és reggel jusson eléd az én imádságom. Miért üzöd el, Uram, a lelkemet, rejted el arcodat előlem? Szegény vagyok én, és halandó ifjúságomtól fogva. Rettegéseidet hordozom, és megzavarodtam. Átvonult fölöttem a te haragod, és a tőled való félelmek kifordítottak engem. Körüljártak engem, mint a víz egész nap, mindegyütt körülvettek engem. Eltávolítottad tőlem a barátot és a szomszédot, és ismerősöm a sötétség. A 18. fejezet. Alkalmakat keres, aki el akarja hagyni a barátját. Minden tanács keseríti. Az oktalan nem az okosságban leli kedvét, hanem szívének föltárásában. Amikor jön a gonosz, jön a lenézés is, és a megvetéssel együtt a gyalázat. Mély víz a férfi szájból fakadó beszéd, és áradó patak a bölcsesség forrása. Nem jó kedvezni a gonosz személyének, hogy eltéri az igaztól az ítéletben. Az oktalan ajkai részt vesznek a veszekedésben, és az ő szája ütéseket vált ki. A balgának szája az ő romlása, és az ő ajkai tőr a lelkének. A suttogó szavai, mint az édesség, és azok behatolnak a test belsejébe. Aki lanyha és szétszórt a munkájában, testvére a szétszóró férfinak. Nagyon erős torony az Úr neve, hozzáfut az igaz, és fölmagasztaltatik. A gazdagnak vagyona erejének a városa, és mint magas fal van a gondolkodásában. Mielőtt összetöretik, fölmagasztaltatik az ember szíve, és mielőtt megdicsőítetik, megaláztatik.
aki előbb felel, mint meghallgatna, ostobaság az neki és gyalázat. A férfi lelke elviseli a maga gyöngeségét, az összetört lelket azonban ki képes elviselni. Az okos szív birtokolni fogja a tudást, és a bölcsek füle keresi a tanítást. Az ember adománya szélesíti útját, és elvezeti őt a fejedelmek elé. Aki a vitában előbb szól, igaznak vélik. Jön a barátja, és vádolja őt. A sorsvetés elnyomja a vitákat, és a hatalmasok között is ítéletet tesz.